Sziasztok! Robi megkeresett minket, lejött hozzánk az irodába, és azt mondta, hogy nincs valamilyen nagyon hardcore teki giki témátok, mert hogy valami kéne. És akkor ezt találtam ki. De miért nagyon belemennék így nyakig, azért hadd mondjak egy kicsit magamról. Egy olyan vallomásra szeretnék kezdeni az esetben, hogy csak nektek mondtam el, vagy most fogok legalábbis. Ez egy nagyon coming out moment. Merkur-fóbiás vagyok. És ez egy ilyen nagyon komoly, súlyos probléma, hogyha nem adhatok róla, az azért van, mert ezt ma délután találtam ki a Google Translate segítség, azt, hogy nem szeretek vásárolni. De túlélhető azért, de azt gondolom, az a határozott véleményem, hogy vásárolni szívás. Nem annyira szeretek vásárolni. Az egyetlen dolog, amit egy kicsit elviselhető az, hogyha van egy kis segítségem, akkor nem annyira gáz, de azért alapvetően hát tértem inkább nem vásárolok. Részben ezért is dolgozom egy olyan cégnél, ami azzal foglalkozik, hogy hogy lehetne a webshopokba tipikusan időszakban az emberek vásárolni, ezt a bizonyos segítséget nyújtani. Így a hosszú haj, meg a kék szem az nehezebben jön, de egy ilyen tényleg hasznos segítség, hogy mit érdemes venni, az abszolút megoldható. Ami kell hozzá, az nagyon sokat, hogy szereted a kockás ringeket, vagy nem. Most nagyon divatosak, például ilyen típusú kérdésekben, milyen az ízlése. És ahhoz, hogy ebben értelmes informált javaslatokat tudjunk tenni a vásárlóknak, ahhoz ugye egy csomó mindent a webshopoktól ugye meg kell tudnunk róluk. És ez így néz ki, tehát ilyen nagyon, nagyon nagy mennyiségű és elég ilyen struktúrált adatról van szó. Időnként változnak dolgok, tehát például tudom, hogy hátul nem látszik, teljesen tisztelek vele, de hogyha látnátok azt, amit én látok, akkor tudnátok, hogy ott van egy timestamp nevű mező ebben a JSON szörnyűségben, és az lehetne akár integer, és ez nem kell egy szín legyen. És akkor lehet, hogy az egyik a másik így után átkonának tévni az emberek elvileg, és ha simon JSON lenne, akkor egy olyan beszélt is lehetne hallani a kávégép mellett, hogy ez akkor most támogatja a formátumot? És a szünet helyett lehet azt mondani, hogy tudod, azt a formátumot, amit az a bizonyos file, programkód részlet tudott még tegnap olvasni, vagy létrehozni. És így állati nehéz arról beszélni, és akkor mi az a formátum. De az a JSON, amit akkor gyártottunk, tudod, amikor a Sanyi még szabadságon volt, és még nem szólt bele, hogy nézzen ki az emez, aztán visszajött, akkor egy kicsit más lett. Katasztrófa, ez nagyon nehéz. És a JSON egy típusok sem nagyon vannak így deklaráltan, tehát ez nem csak, hogy mezők jönnek, mennek, de az értékük is változik. Szóval ez így hosszú távon elég nehéz, amikor az emberi visszamenőleg szeretne adatokat elemezni arról, hogy a sokok szeretné valaki a kékingeket, vagy nem, vagy nem tudom, milyen márkájú jazz szintetizátort szeretne vásárolni magának. És akkor a témám egyébként ilyen protocol buffers elindul, de sok hasonló technológia van. Az a lényeg, hogyha te leírod azt, hogy neked milyen típusú adataid vannak, akkor egy pár dolog igaz lesz. Egy az, hogy ez nem akkora szívás. Tehát azzal szoktam találkozni, amikor ezt javaslom embereknek, hogy úristen, leírni, hogy milyen adataim vannak. És akkor én csendben mondom nekik, hogy na, de ha programot írsz ezeknek az adatoknak kezelésre, akkor úgy is tudnod kell. Na jó, de az kód. Ez viszont valamilyen szörnyű leíró nyelv, és akkor ez egészen kódszerűen néz ki. És ugye viszont olvasható annak, aki neked szokott csinálni, és így működik egész jól. Miközben elég sok különböző programnyelven, tehát ez nem egy haszontalan cucc, és hirtelen leszek típus, hogy hát tudsz arra beszélni, tudod, ennek a formátumnak a 2-es verzió, vagy a 3-as verzió, a 15. verzió, tudsz közöttük konvertálni, stb. Tehát hirtelen a kb. Melletti beszélgetések sem arról szólnak, hogy tudod, amikor a Sanyi beteg volt, és akkor így elcsesztük a formátumot. Még egy nehézség ebben az egész feladatban, hogy nagyon sok adatot kell tárolni, és akkor van az a naiv megoldás, hogy nagyon sok vinyót az a szekény alatt, és majd megsüketősz az ugrástól, és aztán egyébként meghalnak ezek a vinyók, és akkor lehet pakogatni őket, amit tudom én. Ennél mi egy kicsit bevallottan egyszerű utat választottunk, kevésbé vadromantikus, viszont működik. Ez úgy hívják, hogy Amazon S3, és akkor ezeket a vinyópakogatásokat valaki Washingtonban, vagy pedig Dublinban, vagy valahol csinálgatja, és nekünk ezzel nem kell foglalkozni, és ez egy állati jó dolog. Viszont mivel messze vannak az adatok,
ezért így nem nagyon tudsz bennük így ugrálni össze-vissza. Tehát, hogyha mond a közösségnek pont az, hogy stream, akkor itt már tényleg streamekről van szó. Nem tud azt mondani, hogy jó, most kérjem a fál a közepéből ezt a blokkot, és akkor elkezdek azzal foglalkozni, mert az még egy request, akkor oda megy, visszamond valamit, akkor ezért, tehát sokkal hatékonyabb az, hogyha végigolvas az egészet, vagy legalábbis azt a részt, amit téged érdekel. És akkor még egy utolsó észrevétel, hogy akkor, hogyha így bármit akarsz tudni ezek az adatok, és tetszik és adhok veriket akarsz csinálni, akkor valószínűleg egyszerűen egy ilyen SQL adatbázisba betölteni, és egy nagyon sok adatnál azért nagyon drága adatbázis lesz, de hogy így persze akkor le tudsz kérdezgetni, viszont általában időben akarsz gondolkozni, tehát azt szeretnéd tudni, hogy valaki egy bizonyos időszakban mit nézett meg, mit olvasott, stb. Akkor tök jól működik az, hogy fájlokat csinálsz, amik időre be vannak rakva, és akkor fájlon belül is nagyjából ilyen kronológiai sorban történik az események, ez meglepően jól működik, és meglepően sokáig el lehet ezzel jutni, és nem kell ennél sokkal úgy tudokat, ilyen Hadoop clustereket, meg ilyeneket futtatni. Úgyhogy nálunk úgy néz ki ez a stack, hogy ott van az Amazon S3, onnan ugye beolvassuk a fát, ami eleve egy stream, ez gézikkelve van, könnyebben átmegy a dróton, meg kevesebbet kell fizetni az Amazonnak, és akkor utána, amikor kicsomagoljuk ezt a gézikkelt valamit, akkor a protocol buffers ebből csinál nekünk Python-ban vagy el, vagy bármilyen nyelven ilyen különböző objektumokat, amiből például csináltunk egy olyan programot, amivel JSON-t is tudunk csinálni, ha akarunk. Tehát, hogyha abban könnyű feldolgozni, akkor a végén csinálhatsz belőle ilyesmit. De tárolásra, meg ilyen séma szempontjából sokkal jobban nem így kezded. És ezzel nagyjából véget is értem, csak így felsorom, hogy nekem ez miért tetszik. Tök jó, hogy nem kell ilyen nagyon sok infrastruktúra és elem, Epidus szerverek, stb. Én azt sem tudom, hogyan kell elefántokat tettetni, meg ilyesmi, ez nekem tök ijesztő. Párhuzamosan írható olvasható, tehát nagyon sok ilyen nyupofa adatbázis, mint a LevelDB, de ott csak egy process tudja egyszerre használni. Itt meg ugye nincs ilyen megkötés. A protocol buffers az állati helyi takarékos, tehát hogyha JSON-ba írsz valamit, vagy akár XML, ilyen típusú nyelveken, akkor az nagyon sok helyet foglalja. A protocol buffers az így össze-vissza tömörít meg minden, és nagyon állati kicsi össze tudja az adataidat csomagolni. Nekem nagyon tetszik azt, hogy nekem foglalkozom az, hogy meghalnak a nyúk. Tehát ez nem nagyon szoktam gondolkodni, és így általában nem is szokott ez így előjönni. És még egy pár dolgot felírtam. Talán a legjobban, a legfontosabb közük az, hogy ez tökre nyelvfüggetlen. Tehát annak ellenére, hogy ez egy elég lightweight valami, ugye ezért egy ilyen HTTP API-t, amit a S3 nyújt, egy gézipet, azt mindenki tud kezelni, és ez a protocol buffer sem annyira bonyolult, hogy láttátok a adatleíró sémát, nem egy nagyon kacifántos valami. És ez majdnem minden nagyobb nyelven támogatott. Tehát, hogy mégis ez egy olyan standard dolog, hogy ezt bárhonnan tudod nagyjából így olvasni. Nekünk járvában volt erre kódunk a Scrumban, és így egy év után meg csak a Python most tudom olvasni, és nem volt igazából nagy szíves. Szóval nem pimpolgozok, akkor még egy év után se lehet volna. Elég jó. Úgyhogy ezzel zárnám a lesenyt, módókámat, és így amióta a Scrum-en dolgozok, így a vásárlási udorom az fokozatosan és határozottan csökken, mert megláttam mögött ezt a tök érdekes problémát, hogy igenis hogyan lehetne ezeket az adatokat tárolni, meg hogyan lehet ebből ajánlani, és ez már egy sokkal jobban érdekel, és akkor így jó kedvűen megyek a célisába, hogyha muszáj. Vannak esetleg kérdéseitek? Két kérdés. Két kérdés is lehet, ha van. Na. Hát de most már nem szerint nagyon belemegy, de a lényeges mondat az, hogy ugye itt egy streamről van szó, tehát
azt mondjuk a protocol bufferzek, itt vagy objektum, vesz egy lap is ki nagyon, és aztán itt szép sorba ír bele ebbe a színbe valahogy. És őnek nincs is olyan fogalma, hogy most egymás után jönnek különböző üzletek, ezt beléri, és akkor jó napot, ő kész van. Viszont ez így elég könnyű összekolni egy olyannal, hogy azt mondod, hogy most jön egy ilyen hosszú üzenet, ott jön egy ilyen protokollatézes üzenet, majd utána megjön egy szám, hogy oké, most jön egy ilyen hosszú üzenet, és megjön egy ilyen. És akkor, tehát igazából nálunk egy fában nem egy üzenet van, hanem mondjuk 15 ezer, és akkor ezeket itt szépen sorra ki tudjuk olvasni egy színből. És itt lehet variálni, hogyha valaki nagyon kreatív, akkor ott is csinálhat, hogy a fájl elejére teszi azt, hogy hol vannak az üzenetek, és akkor tud szikálni. De nekünk ez azért nem volt izgalmas, mert hogyha távol jönnek az adatok streamelve, akkor úgysem fogsz tudni igazán odaugrani, vagy nem lesz hatékony, úgyhogy egyszerűbb, hogyha egyszer végigterelsz az egész fájlot. Nem tudom, hogy ez mennyire választ meg kérdésre. Nekünk viszont kicsi üzeneteink vannak egyébként. Tehát az üzenetek összessége nagy, de egy-egy ilyen üzenet az nem szokott majd lenni. Tehát akkor delimitáljátok üzeneteket. Így van. Még egy kérdés? Igen. Magyar ügyfeleitek vannak? Vannak. Több kockásinget adnak el mostanában? Hát ez egy nagyon-nagyon bizalmas és szigorúan őrzött titok, de egyébként biztos, hogy benne, igen. Köszönöm.